Elmaradt a bravúr, kikapott a sáska. Nehéz mérkőzés várt a kiskanizsai labdarúgókra, hiszen a megyei első osztály harmadik helyén álló Hévizeskát fogadták vasárnap délután. A mérkőzést jobban kezdték a fürdővárosiak, az NB1-es múlttal is rendelkező Kottán Krisztián találatával a 15. percben meg is szerezték a vezetést. A második fél időben egyre bátrabban játszott a hazai csapat, és Lukács István játékos edző találatával az 53. percben egyenlített is a sáska. De alig két percig örülhettek a hazai drukkerek, hiszen Kottán Krisztián újabb találata ismét vendégeket juttatta elő. A vezetést másodszor már nem engedte ki a kezéből a Hévíz, és végül 3-1-re győztek. A bennmaradásért folytatott harcban egyre nagyobb hátrányba kerülnek Lukács Istvánék, hiszen már 8 ponttal lemaradásuk a 14. helyezett Keszthellyel szemben.